most már ifjú hölgyek és fiatal urak lettek. Szeretném megköszönni a Jóistennek, hogy a talányokat. Köszönöm a jóságotokat, a kedvességeteket, a sok-sok szorgalmat, amit tanúsítottatok a tantárgyak irányába, a verseneket, és hoztam nektek egy rövid idézetet, de nem csak azt mondjuk, hogy meglátjátok. Megpróbálok úgy elolvasni, hogy életed csodálatos napja lesz, amikor rájössz, hogy megismételhetetlenül egyedül lény vagy e világban. Nincs ebben semmi különös. Sajátos céllal lettél itt ilyen, ne hagyd, hogy bárki mindezt másként magyarázza. El ne hidd, hogy e cél csupán illúzió. Azért formálódtál önmagaddá, mert pontosan így tudod megtenni, amire hivatott vagy. Ne hidd, hogy nincs mit adnod a világnak. A lét apró mozaik darabjai között ott vár rád is az az egyetlen hely, melyet csak te tölthetsz meg színeiddel. Leó buszkáliai tézet volt, de én a színeiddelhez hozzátenném, hogy még a szíveddel, meg a gyönyörű lelkeddel. És apróságot hoztam nektek, gyerekek! És még egy dolgot elfelejtettem, hogy nagyon szépen köszönöm, és mindig könnyeket csaltatok a szemembe, hogy még rokkantnyugdíjasként is mind a két évben ott lehettem ezen a csodálatos osztálykiránduláson Rakitelken, illetve Pécsen. Annak az évnek az egyik legszebb napja volt, a gyermekeimet leszámítva, mert ti vagytok a második sorban a gyermekeim. És a kislányokat ilyet hoztam, majd valami ékszert majd varázsoltok bele, az nincs benne, tehát drága kőt ne keressetek benne, azok ti magatok vagytok, és ez meg a fülökész. Úgyhogy gyertek is választok. 13-ban